Jó estét kívánok, Gerhard Máté vagyok. Soha nem látott biztonsági intézkedésekkel készül Nagy-Britannia II. Erzsébet hétfői temetésére. A gyászszertartásra csak nem 500 külföldi közjogi méltóságot várnak. Egyszerre lesz Londonban az amerikai elnök, az izraeli miniszterelnök, vagy éppen Németország és Franciaország első embere. Több ezer rendőr, katona vigyáz majd az emberek biztonságára. Erre az alkalomra még a brit haderő különleges alakulatát is a fővárosba vezénylik. A stúdióban Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Biztonsági szempontból azoknak, akik ott dolgoznak, az egy rémálom lesz. Abszolút. Ezt a tömeget koordinálni, mozgatni, felügyelni elképesztő munka. Hogyan lehet ezt zökkenőmentesen megcsinálni? Igen, talán kezdjük onnan, hogy amit még a szerkesztő úr is felsorolt, hogy ki mindenki lesznek ott, és kezdjük azzal, hogy a brit királyi ház tagjai. Tekintettel arra, hogy a brit királyi ház tagjairól tudjuk, hogy a radikális iszlám terrorszervezetek célpontjainak listáján nagyon előkelő helyen vannak. Amikor Harry Herceg a brit hadseregben szolgált pilótaként, és Afganisztánban teljesített szolgálatot, akkor vadásztak rá. Tehát ebből a szempontból azt akartam csak ezzel jelezni, hogy a külföldi közjogi méltóságokon túlmenően önmagában a királyi háznak a tagjai is a radikális iszlám terrorszervezeteknek kiemelt célpontjai. És a létszámot nézzük, és a mai napot nézzük, vagy az elmúlt napokat, a fölravatalozását a királynőnek, tehát már önmagában azt a programot levezényelni, hogy az emberek 11 órán keresztül sorban állnak és bemennek. Itt megint a biztonsági részről úgy most keveset gondolunk abba bele, hogy a London belvárosában egy 8 kilométeres sor kígyózik. Láttuk már, hogy itt a belvárosban több gázolásos merényletet is végrehajtottak. Meg késelős merényletet. És késelésest is, így van. Ezért most gondoljunk abba bele, hogy jelen helyzetben micsoda biztonsági készültség van már most. Tehát ez gyakorlatilag szinte egy hétre jelent kiemelt biztonsági feladatot a szolgálatoknak. És itt nem csak arról van szó, hogy biztosítani azt, hogy az iszlám radikálisok most ne hajtsanak végre egy célzott támadást. Látjuk azt, hogy egy őrült is pontosan elég ahhoz, hogy ő nevet akarjon szerezni. Tehát ebből a szempontból borzasztó összetett, és nagyon nehéz feladattal állnak. Főleg azért, mert itt a legnagyobb veszély, főleg azért, mert ugye Angliában sajnos a terrorcselekmények azért sűrűn előfordultak, a pánik, tehát a pánik kialakulásának a megakadályozása, hiszen hogyha ez a tömeg összetorlódik, megindul bármelyik irányba, nincs az a titkosszolgálat, amelyik fel tudná tartóztatni, akkor viszont menekíteni kell ezeket a vendégeket. Erre például van forgatókönyv szerint? Biztos, hogy van forgatókönyv erre is, illetve magának az útvonalnak a biztosítására is. Tehát nyilvánvaló, hogy olyan helyen engedik az embereket ilyen csoportban bárakozni is, ahol biztosítani tudják azt, hogy például egy gázolásos akcióval ne lehessen a tömegbe hajtani. Tehát itt most amit látunk, hogy ott vannak a bobik, ott vannak az útba irányítók és segítik az embereket, emellett ne legyen kétségünk, hogy kamerák százaival figyelik a tömeget és a környező utcákat is, drónokkal figyelik az egész mozgást, csak a technikai oldaláról beszéljünk, illetve nyilvánvaló, hogy sok száz civil ruhással is folyamatosan kontrollálják a sorban is az embereket, tehát például, hogy ki miről beszél, adott esetben feltűnően viselkedik-e, tehát igyekeznek ezzel is szerintem megelőzni. Hát meg kiszűrni ezeket, de hát, hogy ott lesz több száz kormányfő, miniszterelnök, elnök, nyilván ők azért hozzák a saját biztonsági stábjukat is. Hogyan lehet ezt koordinálni, hogyan lehet meghatározni azt, hogy az amerikai elnök milyen védelemben részesül, az izraeli miniszterelnök, akár mondjuk ugye ott lesz Volodymyr Zelenszky felesége is. Tehát itt is azért erre kiemelt figyelmet kell fordítani. A királyi ház tagjairól már nem is beszélve. Itt hogyan megy az együttműködés ilyenkor? Hát nyilvánvaló, hogy ez már most folyik ez a munka. Illetve már mióta tudjuk azt, hogy a temetés végbe fog menni. Tehát a haláleset óta. Ez az előkészületek folyamatosan folynak. Egyrészt az egyes biztonsági szolgálatokkal kétoldalú megbeszélések vonatkozásában, illetve hatás és illetékességi vonatkozásban is. Mert itt azért nyilvánvaló, hogy a kormányfők közt is vannak olyanok,
akik más elbírálás alá esnek. Például az Egyesült Államok elnöke, vagy az izraeli elnök, miniszterelnök, az más elbírálás alá esik, mint egy kisebb országnak az első embere. Tehát ebből a szempontból nem mindenki visz magával a saját biztonsági erőket, nem mindenki a saját autóját használja, és nem mindenki teheti azt meg, hogy például a saját emberei, még a saját fegyvereikkel legyenek ott ebben a rendszerben. Tehát itt sokféle érdeket is, úgy mondjam, össze kell csúsztatni. Én is itt a szállítás is kulcskérdés, hogy mivel viszik az embereket, ugye ez a busz téma egy érdekes kérdést vet föl, hogy hogyan lehet, hogy az volt a terv, hogy buszokkal viszik az embereket, és ott próbálják, ezzel próbálják szállítani őket, de ez a terv, ez megdőlni látszik, pontosan azért, mert hogy a busz rendkívüli módon támadható. Ez az oka annak, hogy visszavonták ezt a tervet végül? Bízunk abban, hogy ez egy olyan kacsa volt, amit direkt engedtek szabadon. Tehát én nem látom azt, hogy buszokkal bármilyen vezetőt is meg lehetne védeni. Tehát tudjuk azt, hogy a buszok puha célpontok. Tehát egy egyszerű közlekedési baleset esetében is látjuk azt, hogy milyen könnyen, nincsenek olyan fizikai tartó részei, amelyek például egy egyszerű kézi fegyvernek is ellen tudnának állni. Tehát ebből a szempontból... Azért páncérozott járműben nem lehet mindenkit ültetni. Nem lehet mindenkit ültetni, de azért az, hogyha a konvojon belül kialakul egy olyan fajta sorrend, amelyet kívülről tudnak biztosítani, és mondjuk nem nyilvánvaló az adott esetben egy terrorista számára, hogy melyik autóban kiül, melyik autó páncélzott, melyik autó nem páncélozott, akkor úgy gondolom, hogy sokkal jobban lehet a biztonságot garantálni, illetve alternatív útvonalak kialakításával is. Tehát én azt gondolom, hogy az utolsó utáni pillanati például a VIP vezetőknek az útvonalát, azt a lehető legnagyobb titokban fogják. Illetve esetleg menet közben, hogy a szükséges módosítani. Abszolút, tényleg ott tartalék, sőt, tartalék egy, meg tartalék kettő, vagy három útvonalak is vannak, akár a menekítésre, akár azért, hogy olyan információk vannak, hogy adott útvonalon mondjuk egy baleset történik, akkor ezt ki lehessen váltani. Hogyan lehet a tömeget tájékoztatni, ez is nagyon fontos lehet. Nyilván, hogy a pánik elkerülése miatt is nagyon fontos, de azért is, hogyha elmondani nekik, ha mondjuk egy gyanús esetet látnak, ha mondjuk egy elhagyatott táskát leraknak valahol és elsétálnak mellőle, nyilván nagyon fontos, hogy a lakosság tisztában legyen ezzel, de a felesleges pánikkeltést is el kell kerülni. Itt azért nagyon nehéz dolga van a rendőrségnek mindent ellenőrizni, ezt hogyan lehet kiszűrni ezeket a problémákat? Borzasztóan nehéz, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy maga a temetés útvonalát, annak a közvetlen környezetét viszonylag egyszerűbben lehet izolálni. És az oda belépőket, tehát több zónás rendszert alakítanak ilyenkor a biztonsági szolgálatok. És hogyha valaki mondjuk már közvetlenül a menet útvonalába beengedik, azokat mondjuk biztonsági kapun engedik át, megmotozzák, közlik az emberekkel, akik oda fognak menni, hogy kisebb táskát vihetnek csak magukkal, folyadékot nem vihetnek magukkal, értelemszerűen szúró, vágó eszközt nem vihetnek magukkal, tehát ott már nagyon rigorózusak a biztonsági szabályok, és ahogy távolodunk, egyre kevésbé. Gondolom, hogy a konvojt kísérők, illetve ezek a fontos személyek tisztában vannak ezekkel a szabályokkal, tehát ott azért nagyon nem kell magyarázni senkinek, hogy miért van szükség erre. Az előfordulhat még, hogy ott van valami olyan renitens vendég, aki azt mondja, hogy ő nem hajlandó átvizsgáltatni magát, vagy nem engedi, hogy bármilyen vizsgálatnak alávessék? Ez egyrészt kizárt, azt mondom, az esetek döntő részében, de megint csak azt mondom, hogy például az Amerikai Egyesült Államok elnökének az autóját, hogy nem fogják átvizsgálni a brit szolgálatok, arra nagy tétben fogadnék. Tehát vannak olyan, az egyenlő közt is egyenlőbbek, akiknek a adott esetben a biztonsági rendszerével sem vagyunk tisztában, hogy milyen eszközöket alkalmaznak. Például milyen mobiltelefon elnémító eszközöket alkalmaznak, hogy távirányítású bombát a környékén ne lehessen alkalmazni. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy ilyenkor értelmes kompromisszumokat kötnek a szolgálatok, és azt mondják, hogy igen, rendben van, ezért az emberi ti feleltek, de az útvonalat mi határozzuk meg, előtte megbeszéljük azt, hogy milyen sebességgel megyünk, veszély esetén mi a kommunikációs csatorna, tehát itt ettől függetlenül számtalan olyan közös feladat
mondat van, amelyet ilyenkor ki kell alakítani, és meg kell teremteni ezeket a feltételeket, hogy mindenki azért ennek ellenére komfortosan is érezze magát, és ne azt mondja, hogy ilyen szörnyű, rigorózus a biztonsági szolgálat. Az ünnepélyesség megmaradjon, már reméljük erre a biztonsági előírásokra semmi szükség nem lesz majd. Horváth József, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.